Köszöntöm Önöket, a hosszú hétvége kellős közepén vagyunk. Rögtön egy mozis játékkal kezdünk a Cinema City jóvoltából. Kérdésünk pedig, hogy hanyadik születésnapját ünnepli március 23-án a Kelet Brass Band. A válaszokat ismét a Kölcsei Televízió Facebook oldalára várjuk, a helyes válasz pedig a következő beszélgetésből rögtön ki is derül. Sziasztok! Hát a hosszú hétvége kellős közepén nem tudom, hogy mennyire illdomos egy zenekart berángatni egy televíziós műsorba, bár szerintem azért ti nagyon rugalmasok vagytok, nem? Tehát akár a bulik, akár a fellépések tekintetében hozzá vagytok szokva. Szia! Hát nekünk, mivel a zenekar az első, ezért ez nem probléma, hogyha be kell jönni egy ilyen alkalomkor. 2 évesek lettetek, azért azt gondolom, hogy mondjuk ez, hát nem tudom, hogy hosszú időnek érzitek, vagy ez már egy jelentős állomásnak, vagy még úgy érzitek, hogy tulajdonképpen most kezdődik minden. Hát igazából ez egy nagyon rövid időszak, mert az első évben gyakorlatilag, bár volt koncertünk több is, de az első év után alakult ki a zenekar végleges formációja. Most kezdtünk úgymond talpra állni, és azt gondolom, hogy még hosszú évek kellenek ahhoz, hogy meg tudjuk mutatni, hogy mi is rejlik ebbe a zenekarba igazából. Most tulajdonképpen nyíregyházi tehetségeket is vendégül láttok. Mi alapján válogattatok, vagy hogy jött össze most ez a csapat? Hát megmondom őszintén, én voltam ennek a koncertnek az ötletszerzője, és a zenekarokat is én válogattam. A Dóra is a felfedező, nyíregyházi jól ismert zenekar, nekem már régóta nagyon tetszett, nagyon igényesen és szépen játszanak, úgyhogy nekem először ők jutottak eszembe, mint nyíregyházi banda, és szerettem volna egy debreceni bandát is meghívni, méghozzá a Fanbastixot. Az ők vezetőjük a Kis Péter, aki nekünk a dobosunk amúgy, úgyhogy ott viszont nem dobolni fog, hanem énekelni, és ők is hasonló fiatal zenekar, nagyon lendületesek, talán nekik is most lesz, ha jól tudom, az 1 éves születésnapi koncertjük, ők még csak 1 évesek, úgyhogy én mindenképpen szerettem volna magunkat körülvenni ilyen fiatal tehetséges zenekarokkal, ezzel is támogatva őket, úgyhogy ezért esett rájuk a választás. A ti kapcsolatotok azért szintén nem ugye új keletű, volt nektek egy nagyon emlékezetes bulitok, mégpedig tavaly Budapesten, meséljetek erről. De ez inkább a tavalyiből fakadóan, ugye én valamilyen formában ugye én saját útra léptem, és tehát mint szabadúszóként, ugye én szoktam általában a stúdiómunkákat is vállalni, és akkor kaptam egy felkérést a Kelet Brass Bandtől, hogy hát ők hallották, hogy én így énekelek, és hogy szeretnének egy felvételt készíteni, és gyakorlatilag innen indult a kapcsolat. Tehát én egy ilyen stúdiómunka kapcsán kezdtem el dolgozni a Kelettel, és gyakorlatilag igen, hát nyáron volt az úgymond a katartikus koncert a Budapest Parkban, amit azért ezt nagyon keményen megoldottuk. Tehát ott az volt a lényeg, hogy a Kelet Brass Band, ugye volt a Punani Masszív, ugye szervezett egy cover versenyt YouTube-on keresztül, és akkor ott gyakorlatilag ott a végére, tehát közönség, mi lettünk a közönségdíjasok is, meg tulajdonképpen a külön díjasok is. Hát azért ez egy monumentális koncert volt, érzés volt. Az mindent vitt. Gyakorlatilag ugye ez a felállás, amit most itt a nézők is látni fognak, meg ezek a fúvós hangszerek tényleg olyan ősi energiákat mozgósítanak a közönségben is, magát ezt a déli hangulatot, hogy nehéz ellenállni ennek a zenének. Egyébként hogyan történnek a dalok írásai, tehát a komponálás, hangszerelés, ez kinek a dolga? Hát közösen először is úgy kezdjük, hogy közösen megbeszéljük, hogy melyik számot kéne áthangszerelni, és a hangszerelést is én csinálom. Már több éve foglalkozok ezzel, mindig is érdekelt ez a téma. Úgy gondolom, hogy ennek nincs határa, nincs olyan, hogy megtanultam hangszerelni. Uh-huh. Ezt mindig lehet fokozni, még jobbá tenni, úgyhogy én ezt szeretem csinálni, ezért én vállaltam ezt a szerepet. Egyébként mennyire van konkurencia? Eszembe jutott, hogy mondtad, hogy ugye nyíregyházi vagy debreceni csapat, nyilván mindenki ismer mindenkit. Tehát egyetem van ilyen, hogy konkurencia a csapatok között, vagy inkább egy ilyen átjárás? Van, nincs. Igazából vannak még csapatok, Szegeden és Pécsen található még ilyen banda, viszont annyira messze vannak, hogy nem számít konkurenciának, sőt mi hajazunk arra, hogy
barátságos viszonyt alakítsunk ki, tervezzük azt, hogy egyszer egy közös, esetleg egy közös brass band bulit majd valamikor összehozni, de ez még a jövő zenéje. Meg egyébként nem mellesleg, én azt mondanám, hogy ez elég komolyan kuriózum számba megy, mert ugye, hogyha fúvós zenekarról beszélünk, akkor mindenki a klasszikus értelemben vett fúvós zenekarra gondol. Azért, tehát itt azért nem klasszikus zenét játszunk, hanem így van például, hanem itt azért tulajdonképpen könnyű zene, meg elérhető. Tehát itt azért egy kicsit úgy jobban megismerik az emberek azt, hogy hoppá, tehát azért nem csak elektróban, hanem azért klasszikus hangszereken is lehet azért. Így van. És kik a példaképek esetleg mondjuk világviszonylatban? Hát nekünk van egy kedvencünk, szerintem ezt mondhatjuk, hogy a zenekar minden tagjának, a Lucky Chaps nevezetű New Yorki banda. Velük már kommunikáltunk és játszunk tőlük számot, majd most is hallható lesz egy ilyen. És kaptunk olyan nyilvános kommentet, hogy gratulálunk fiúk, nagyon jók vagytok, ami nekünk ez hatalmas élmény volt, mert a Lucky Chaps tényleg egy világ színvonalú banda, teljesen elismert és teljesen pozitívan állnak a kérdéseinkhez, mindig válaszolnak, szóval jó kapcsolatot ápolunk idézőjelbe az interneten, úgyhogy nekünk ő az első számú példa. A mai műsorban a sikerről több szinten is szó lesz. Mi lenne, vagy mi az a cél számotokra, vagy az a szint, ahova mindenképpen el szeretnétek jutni, és gondolom ez sem azzal jár majd, hogy hátradőltök, és akkor onnantól kezdve majd csak visszahallgatjátok, és nézitek a saját koncert felvételeiteket, de ami mondjuk a legközelebbi mérföldkő, és kitűzte magának a zenekar. Hát nem biztos, hogy ez a legközelebbi mérföldkő, de mindenképpen szeretnék visszajutni a Budapest Parkba, és egy jó órát lehúzni ott a színpadon, mert ez nagy buli volt, nagy élmény volt, úgyhogy erre újra szükségünk van így belülre. Azért ott a színpadon állva egyébként ez azért úgy érezhető volt, hogy simán le tudtunk volna nyomni akár együtt így featuringbe, ahogy szoktuk, egy teljes órát. Tehát az azért meghatározó lenne. De vagy akár egy olyan jellegű nagy koncert, ami kimondottan csak úgy, ami a zenekarért. Fontosabb a koncert, mint mondjuk egy CD, vagy egy videóklip adott esetben, ami azért ott marad az örökké valóságnak? Számunkra jelen pillanatban most még fontosabb, de mindenképpen tervezzük azt, most már tényleg nagyon rajta vagyunk, hogy saját szám, hozzá videoklip szépen, és szerintem a mai világban már nem kell az, hogy egy 13 számos album kijöjjön, bőven elég egy tök jó szám, egy nagyon jó klippel, erre mi törekszünk is, és szerintem a nyáron neki is állunk ennek. Na hát köszönjük szépen, fiúk, akkor hadd szóljon, nem sokára már készül a zenekar, és mi köszönjük. Nagy szeretettel hallgatunk titeket. Március 21-e, Down világnap, a Rejtett Kincsek Down Egyesület jóvoltából pedig szerintem nagyon-nagyon sokan ismerik már az egyesület működését, illetve rengeteg kulturális programot szerveztek az elmúlt években. Kisari Károly vendégünk, aki mindig valami különlegességen töri a fejét, és ugye hát pillanatokon belül egy új intézményt nyittok meg Budapesten. Mesélj, milyen a hangulat ilyenkor pár nappal a nyitás előtt? Hát elég jó. Izgalmas időszak ez, hiszen tényleg most itt vagyunk a hosszú hétvégében, és hogy mi nem annyira pihenünk, mások wellnessezni vannak, mi pedig dolgozunk javában, hiszen itt a nyíregyházi csodavár modell mintájára, ami az ország első inkluzív játszóháza és korai fejlesztője, most Budapesten indítunk egy intézményt szerdán, most már lassan másfél éve dolgozunk azon, hogy ez létrejöhessen, úgyhogy így tényleg ilyen visszaszámlálási hangulat van nálunk. De azért rajtad azt látom, hogy már el is fáradtál, azért másfél év az hosszú idő, és ilyenkor már ugye a megvalósulás kapujában az emberben van egy ilyen félig meddig nosztalgia érzés, hogy mindezt megcsináltam, meg hát ismerlek is annyira, hogy tudom, hogy már valami következő dolgon törheted a fejed, de azért most még ebben az időszakban itt a megnyitás mellé különböző kampányokat szerveztek, ugye az is jellemző a Rejtett Kincsek Down Egyesületre, illetve személyesen akár rád is, hogy különleges dolgokban gondolkodsz. Tehát olyasmi, ami eddig nem volt, ami biztosan, hogy odavonza az emberek tekintetét, a fülét, vagy egyszerűen meglepődik, hogy ilyet is lehet csinálni, hiszen volt már itt árverés, színházi előadások, gálák, határokon átívelő mindenféle integrációs programok, mindenkinek becsengettek címmel, most meg hogy kerül az okni a képbe, mesélj erről.
Hát én nagyon régóta felemázzok, mit hordok, ez egy oktatási emlékem, nevezzük így. Viszont 2015-től a Down Syndrome International, aki maguknak ezeknek a Down világnapoknak a szervezője, ők találták azt ki, hogy valami különleges módon is fel lehetne hívni ezen a napon a figyelmet a Down-szindrómásokkal élőkre, és hogy hol viseljünk ilyenkor felemás zoknit, és hogyha ez, lehet ezek a felemás zoknit, akkor ez legyen minél színesebb. Úgyhogy ehhez csatlakozva idén mi elindítottunk közösségi médiában egy hashtaggel 321 zokni kampányt, valamint egy hashtaggel támogató vagyok kampányt, ahol egyrészt próbáljuk felhívni a figyelmet a Down-szindrómával élőkre, másrészt próbálunk az Egyesület munkájához forrásokat teremteni, és hát most már nem csak mi vagyunk ötletesek, hiszen nagyon sok kapcsolatunk van, például sokan megtalálnak minket, például a nyírségi amazonok is megtaláltak minket, akik pedig azt találták, hogy futni fognak értünk, uh-huh. és akár felemás zokniban fognak futni, úgyhogy az őrület már nem csak nálunk van, hanem terjed Nyíregyházán. Lehet-e például valakinek, aki most néz minket, és szeretne bármiben segíteni, csatlakozni az Egyesülethez? Akár most nyilván Budapesten nem biztos, hogy néznek minket, bár azt gondolom, hogy az internetnek köszönhetően akár bárhol a világban láthatják. Tehát jelesül mondjuk be, mehet-e Budapestre, ebbe a korai fejlesztőbe, vagy akár itt Nyíregyházára, és ajánlhat-e föl bármit, mondjuk akár munkát, akár valamilyen anyagi forrást, hogy álltok ezzel a kérdéssel? Mi abszolút nyitottak vagyunk mindenféle segítségre. Azért azt kell látni, hogy a mi finanszírozásunk az főleg adományokból működik. Van némi állami támogatásunk, aminek a léte az annyira bizonytalan, mint nem is tudom mihez hasonlítani. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy a társadalmi beágyazottságunk mellett legyen fundraising beágyazottságunk is. Úgyhogy maga, mondom, az zokni kampánynak is van egy olyan része, amihez nem is kell eljönni hozzánk, de lehet támogatni. Akkor itt vannak a nyírségi lányok, akik futnak és gyűjtenek közben, de el lehet látogatni a rejtettkincsek.hu oldalra, ott nagyon sok lehetőség van. És hát el lehet jönni a Csodavár Nyíregyházába, ahol egyrésztről akár a játszóház használatával már támogatnak a családok fogyatékossággal élő emberek fejlesztését, de hogy ott is különböző aktivitásokba tudnak bekerülni. És hát amellett, hogy megtapasztalják az inkluzív együttlét, a fogyatékossággal és a tipikus fejlődésű gyerekeknek az együttlétét, azon kívül azért a családok is itt nagyon jól el szoktak lenni nálunk, szóval egy olyan közösségi tér van, ami azt gondolom érdemes belecsöppen annak, akinek kisgyereke van, vagy egy kicsit nagyobb gyereke is. Ugye a laikusok számára azért mindenképpen mondjuk el, hogy itt nem csak kifejezetten a Down-szindrómáról van szó, hiszen hála a különböző diagnosztikai eljárásoknak, mondjuk ez éppen egy olyan fajta kromoszóma rendellenesség, amit most már elég nagy számban, ugye még nagyon-nagyon pici korban szűrnek. Bár nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mondjuk neked milyen a etikai hozzáállásod, hogy hasznos a szűrés, vagy mindenkinek világra kell jönni? Ez érdekes történet. Igazából az én hozzáállásom az egy dolog. Mi a Down-szindrómával élőket képviseljük, és hogyha egy Down-szindrómával élőt megkérdezünk arról, hogy ő meg akart volna ezt születni, vagy sem, ő valószínűleg azt mondta, hogy ő azt mondja, hogy jól érzi így magát, úgyhogy igen. Úgyhogy ebben az esetben a szervezet ezt az álláspontot képviseli. Az, hogy mennyivel több Down-szindrómával élő van ma, az egy érdekes kérdés, most a múltkor például koraszülöttek érdekképviseletével foglalkozó konferencián voltam, ahol elhangzott az, hogy a koraszülöttségnek az aránya az elmúlt 30 évben nem változott. Uh-huh. Szóval, hogy tudják, hogy van, próbálják ezt kiküszöbölni, és sok mindent megtesznek érte, hogy az arány az elmúlt 30-40 évben nem változott. Ugyanez van a Down-szindrómával való születésekre is, attól függetlenül, hogy vannak most már nagyon modern eljárások. A szám ugyanannyi? A szám az nagyjából ugyanannyi, és azért az is hozzátartozik, hogy hál' Istennek egyre többen úgy gondolják, hogy esélyt adnak a gyereküknek arra, hogy megtapasztalják az életet. Ezért úgy döntenek magzati korban, hogy vállalják akár a diagnosztizált Down-szindrómás gyereket is. Azért ebben is van egy akna munkánk, hiszen különböző webfelületeken keresztül mi kommunikálunk már ebbe a várandóság időszakában is,
próbáljuk felkészíteni a családokat arra, hogy lehet az, hogy nem olyan gyerek fog világra jönni, lehet, hogy nem szőke kékszemű, hanem nem tudom, barna-zöld szemű és Down-szindrómás lesz. Úgyhogy ezzel mi egész sokat dolgozunk. Igen, azt gondolom, hogy azért itt az elmúlt időszakban ugye Magyarországon is volt arra példa, hogy valaki ezt felvállalta rögtön a születés pillanatában, és tényleg szeretettel mutatta meg az egész világnak, hogy Down babája született, és hát valaki ezt tényleg egy kincsnek éli meg, mert az élete sokkal különlegesebb és sokkal nemesebb célokért kell küzdenie, mint annak, aki mondjuk történetesen nem vállal gyereket, vagy pedig olyan átlagos élete van, úgyhogy minden attól függ, hogy az ember milyen hozzáállást kap. Hát itt ezt a fajta szemléletet, illetve a segítő szemléletet mindenképpen megtapasztalják, és ami talán a legfontosabb, egy nagyon erős, bizonytalan állapotban, amikor a szülő nem is tudja, hogy merre menjen, akkor sok-sok segítő szülő tapasztalatát is megkaphatja. De azért nem engedünk el úgy karcsi, hogy egy következő nagyobb tervedről ne faggassunk, mert biztosan van már valami a fejedben, ami a 2018-19-es vagy 20-as évekről szól majd. Vagy még szeretnék nincs? Szeretnék elmenni nyaralni. Jó, szeretném végre megpihenni. Most szerintem a legnagyobb terv az, hogy 2-3 hét csend legyen a család körül. Én nagyon szeretnénk, hogyha most már igazából nagyon sok infrastruktúrális fejlesztésünk volt az elmúlt időszakban Nyíregyházán, Budapesten. Szeretnénk, hogyha most már az a szakmai munka, amit eddig így elkezdtünk összerakni, az egy mederbe kerülni. Én azt gondolom, hogy a Budapest és a csodavári kollégák tapasztalata, szakértelme így összeadódva, ez is egy óriási kincs lesz. Ez most egy rejtett kincs, hiszen ott van már bennük, viszont ha ezt megfelelően kezeljük, akkor ez egy további értéket fog hozni ezekhez a munkákhoz. Én már inkább ezzel az oldalával szeretnék foglalkozni most már az a következő 2 évben, hogy ezt a szakmai munkát stabilizáljuk. Na hát akkor egyelőre csak azt mondom, hogy dőlj hátra itt a stúdióba, és hallgass velünk egy kis zenét, és sok sikert kívánunk, és hát boldog születésnapot március 21-én. Köszönjük. Baby, yeah, no, you're looking like that. Got it like a horse, baby. Sure, see you looking like that. When the war is raging, chasing our crazy dreams, homing on the bridge from Cayman to Nelly Lally, I'll go free. Keeping it till 11, rocking my dance.
gonna tell it every rock in my dance. Mash it down, put step in my dance. Give me the tell it every rock, rock, come on. Give me the tell it every rock in my dance. Give me the tell it every rock in my dance. Mash it down, put step in my dance. Give me the tell it every rock, light it up. Shut it, light it, light, light it up. On the flyer, didn't want to tame your desire, but you light it up now, your aim's getting higher. And the wait for Messiah, wanna tell a day and a rise up high. I put the light in the air, I wanna see everywhere. One by one, let me see you. Two by two for the sequel, three by three for my people. I'm not saying about to the next of my name. One by one, let me see you. Two by two for the sequel, three by three for my people. Szerdán a legismertebb stand-uposok tartottak Duma Színház estet a Continental Arénában, ahol stábunk is kint járt. Most erről láthatnak egy összefoglalót, majd a híradó után jövünk vissza a Weekend második részével. Kisfiúk, tűzoltók szeretnének lenni, űrhajósok. A nagyon kicsi kis Ádám mi akar lenni kiskorába? Fábri Sándor. De tényleg. Azt hittem, hogy az olyan, mint a szakács, meg autószerelő, hogy valaki Fábri Sándor. Hogy nekem az nagyon tetszett, hogy az a munkája egy embernek, hogy áll egy színpadon, és nevetnek rajta az emberek is. A szüleim, meg a felnőtteknek is tetszett ez gyerekként. Ezt vágtam le, úgyhogy mi baj lehet ezzel? Ez egy jó munka. Végül is kis Ádám lettem, de örülök. Ez így jó, így kellett lennie. Mikor és hogyan döntötted el azt, hogy te humorista leszel, hogy nem Fábri Sándor, hanem humorista? Ja, hát nincs ilyen dátum, hogy kedd este fél hétkor néztem a plafont. Figyelj, ez így alakult az élet, mindig olyan helyekre sodort. Nyilván nem csak az élet, hanem én is így kerestem ezeket a lehetőségeket, hogy ilyen kis fórumokat, ahol én a hülyeségeimet ott elmondhattam, most ez, hogy suli rádió, vagy újságírás, vagy mit tudom én. És akkor, amikor főiskolás voltam Budapesten, akkor a Duma Színházba 2005-ben elslattyogtam, és úgy szoktam mondani, hogy először nézőként, majd fellépőként váltam sikeressé. Tehát, hogy annyit voltam ott, mint néző, nap, mint nap, meg hétről hétre, hogy így oldalba bögtek egyszer, hogy vagy én az igazgató urat, hogy ilyet én is tudok, csak akkor még nem tudtam, hogy ő a főnök, és akkor mondta, hogy meg lehet próbálni jövő hét szombaton. Ez volt 2005 februárban. Azóta meg hát mindenki tud mindent rólam az egész országban, Soprontól Debrecenig, anyámról is, tehát nem csak rólam, azt már mindenki ismeri. Mi volt a legnagyobb élményed, amit humoristaként eddig elértél? Hát figyelj, 12 éve vezető Duma Színház fellépő vagyok, 25 ezer példányt adtam el a könyvemből, 55 ezeren nézték meg a legutóbbi önálló estemet, komplett foci csapatokat verek ezekkel a számokkal egyedül, tehát színházak megirigyelnék ezt. Félmillió rajongóm van a Facebookon összeadva, az összes többi Duma Színházasnak nincs annyi, tehát hogy azért így vannak ilyen mérföldkövek az életemben, van egy gyönyörű családom, kislányom, házam, kocsim, az a munkám, amit szeretek, szórakoztatom még eközben az embereket is, hát mi kell még? Hát ilyen életet kívánok mindenkinek tényleg. Én eljelen vagyok, úgyhogy egy szakmai titkot még árulja, hogy a szövegeket, amiket hallunk tőled, ezeket bemagolod, vagy spontán jönnek a színpadon? Fú, hát ez nem ilyen egyszerű. És a bemagolásra se ezt a szót használnám, tehát nyilván rögzíteni kell, mondjuk ez az 55 ezer eladott jegyes önálló estem az 80 perc, tehát nyilván szünet nélkül, tehát nyilván rögzíteni kell az agyban bizonyos vezényszavakat, vagy nem tudom ezt így, hogy mondjam, ez már ilyen kicsit ilyen szakmázás, de a bemagolás az nagyon rossz módszer, tehát aki humorista szeretne lenni, az nem magoljon be, mert az látszik majd az előadáson. Úgyhogy is-is, se-se, ez a válaszom.
Szentes az egy nagyon fontos város a számodra, nyilvánvalóan, és ezt mindig hangoztatod is. Milyen érzés ilyenkor ismert emberként visszamenni, hogyan fogadnak ott téged? Szerintem azért ők még ugyanannak az embernek tartanak, remélem, mint aki voltam mindig is, az Zoli meg a Kőhaminé fia. Hát szentesi vagyok, igen, visszajárok egyébként is, meg fellépni is szokott ilyen történni. Hát ez mindig érdekes dolog, hogy ott ugye a helybériek azok tisztában vannak az adott történetekkel. Nem feltétlenül lehet annyit torzítani, vagy legalábbis nagyon hamar rajta kapnák az embert, hogyha a füllentene vagy toldana, úgyhogy ott inkább az a jó, hogy félszavakból is értjük egymást. Három gyermek édesapja vagy, ők mennyire szolgáltatnak alapokat a poénoknak? Gyűjtögetem, én megfigyelő vagyok, az az igazság. Én ilyen természettudományos érdeklődéssel figyelem a világot is és a családomat is, tehát általában nem az a vicces, amit viccesnek szánnak, vagy nem az ilyen kifejezetten gyerekszáj történeteket dolgozom föl, de hát mindig, ami velem történik, az kerül színpadra, illetve hát visszafejthető gyakorlatilag az életem és a családom élete az elmúlt 10 év számait meghallgatva, úgyhogy nem lehet, hogy nem kerülnek szóba szerintem. A humorista pályán lettél ismert, ez mit jelent számodra? Nem csak, hogy ismert itt lettem, hanem ott annyira ismeretlen vagyok, hogy igazából soha egy percig nem dolgoztam a szakmámba, ellenben 10 évig jártam egy 5 éves egyetemre, úgyhogy utána lehet számolni, annyira nem érte meg. Viszont lett egy ragyogó 8 perc a kabaré történetben abból a 10 évből, és hát lett egy valamiféle más gondolkodásom talán, vagy bepillantottam egy olyan gondolkodás világba is, amiben egyébként nem lennék. Tehát én sokkal humánabb ember vagyok szerintem, sem mondjuk mérnöknek jó lennék, viszont itt a mindenféle előforduló bölcsészek között a Duman Színházban itt meg inkább valami reál ember vagyok. Úgyhogy ez érdeklődés, nem szaktudás. 2009-ben kaptál egy nagyon fontos és különleges díjat is. Mi is volt ez és mit jelent számodra? Gondolom a Karinti Gyűrűre gondolsz, mert nem sok más díjat kaptam, viszont humorista nem is kaphat nagyon más díjat. Ez hát én úgy nőttem fel, hogy titkon mindig humorista akartam menni, akkor is, amikor ezt nem kérdezték, vagy nem tudták rólam. Úgyhogy ez meg a humoristáknak a díja, úgyhogy mindig is Karinti Gyűrűt akart az ember. Aztán, amikor megkapja, akkor rájön, hogy ez aztán abból, hogy poénokat írjon, nem segít. Tehát ettől másnap nem fog több minden eszembe jutni, meg nem fognak csak azért nevetni a nézők, mert nekem Karinti Gyűrűm van. Úgyhogy inkább egy elvárást ad, meg kell felelni, mert ott van sok-sok más Karinti Gyűrűsnek a névsora, ami a humor történet, úgyhogy igen, azt mondjuk már csavartam ki, vagy loptam már vissza a gyerekeimtől, mert valamilyen Barbie játékba szerepelt, mint kincs, és azóta kicsit elzárva tartom.